Az Alba Régia Szimfonikus Zenekar a Kérdezd a Karmestert népszerű sorozat után Kérdezd a Zeneszerző címmel és hasonló tartalommal folytatta a kortárs klasszikus zene népszerűsítését stílszerűen a zenekar kortárs művészeti vezetője Dobri Dániel közreműködésével. Már másfél éve folyamatosan csinálunk beavató kortárzenei koncerteket mind a gyerekeknek, mind a felnőtteknek itt Székesfehérváron, viszont ez lesz az első koncertje a Kérdezz a Zeneszerzőt sorozatunknak. Ez a koncertsorozat ez arról szól, hogy valóban kérdezni is lehet a zeneszerzőktől, tehát nem csak én fogok mesélni az elhangzó kortárs magyar zeneművekről, hanem meg lehet szólítani az itt résztvevő zeneszerzőket is. Az esten a jelen magyar kortárs muzsika legfontosabb szerzői Ligeti György, Fekete Gyula, Sári László, Balogh Máté és Dobri Dániel műveit tolmácsolta a zenekar, amelyeket meghallgathattunk Kéringer László avatott előadásában is. Nekem az a szerencsém, hogy ezek a zeneszerzők, akik ma a darabjaikat éneklem, tehát Dobri Dániel, Balogh Máté és Sári László, ez a darabjaikat nekem írták személyesen, tehát tulajdonképpen ők ismerik az én hangi lehetőségeimet, a korlátaimat és a lehetőségeimet is, tehát az alkotói folyamatban is részt tudok venni így, tehát mindig kipróbálják, hogy az jól áll-e a hangomnak, én mondom, hogy ez kényelmes-e nekem énekelni, tetszik-e nekem, ez egy elsődleges, mert olyat nem éneklek le, ami nem tetszik, és ezek hál' Isten tetszenek. A fürdősoron ismét bebizonyosodott, jó úton jár a szimfonikus zenekar. A szép számú közönség elfogadva a meghívást, érdeklődéssel hallgatta a zeneszerzők ízig-vérig 21. századi zenéjét.